Az adott év születét követően frissen kierjedt italt nevezzük újbornak, amit általában novemberben dobnak piacra a nagyobb pincészetek. Idén azonban történelmi rekordkorán kezdődött a szüret, ami azt jelenti, hogy sok helyen már erjed a bor. Ennek során a levegőnél másfélszer nehezebb széndioxid, hétköznapi nevén múzsgáz keletkezik, ami könnyen okozhat akár halált is. Megúr a pince alján, és a oxigént az pedig kiszorítja onnan. Ez azért nagyon veszélyes, mert ugye aki ellenőrzés nélkül megy le a pincébe, és ilyen minőségű levegővel találkozik, az hamar szérdülést, álmosságot, eszméletvesztést vezető állapot lép föl nála, aminek ugye, hogyha a gyors segítség nem érkezik, akkor sajnos tragédia lesz a vége. Aki ilyet észlel egyébként környezetében, az sajnos ne is próbálja utána menni, mert megkettőződhet ez a baleset, hanem azonnal értesítse a 112-t, mert csak sűrített levegős légzőkészülékben menthető sajnos ilyenkor a balesetet szenvedett. A baj azonban megelőzhető, a klasszikus megoldásnak számító gyertyagyújtással gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető a levegő minősége. Vagy érdemes beszerezni egy széndioxid érzékelőt, ez nem összekeverendő a szénmonoxid érzékelővel, ami sok háztartásban megvan, vagy ha erre nincs a lehetőség, akkor az évszázados módszert javasoljuk, pedig a gyertya. Ez pedig derék magasságba, hogy a pincébe megy le az ember, tehát semmiképpen se a fej magasságába tartsa, hanem derék magasságba tartsa, és folyamatosan figyelje annak a lángjának a minőségét, hogyha ez stabilan és biztonságosan ég, akkor ugye jó sok levegő van, vagy oxigén van a levegőben, kevés a széndioxid, így biztonságos. Viszont hogyha ott a lángban ugye vagy elalszik, vagy látszik, hogy nem stabilan ég, akkor meg se szabad közelíteni így a pincét. Ilyenkor próbálni kell biztosítani a friss levegő beáramlását, ha ez pedig nem lehetséges, akkor nem szabad addig lemenni, amíg ilyen körülmények vannak lent a pincében. A tényleges széndioxid mennyiség a must cukortartalmától függ, de átlagosan 1 liter must 40 liter széndioxidot termel, mi alatt a cukor alkohollá alakul. Szakemberek azt tanácsolják, hogy amíg az új bor el nem készül, vagyis amíg a must forrása zajlik, minden alkalommal ellenőrizni kell a pince levegőjét, mielőtt lemegy a borász.